az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz, ehetnék a jó minőségű magyar ételt, ihatnák a magyar borokat, és a többi. Tehát igenis lehet talpra állítani a magyar gazdaságot, akkor, ha mi magyar emberek leszünk ennek az irányítói. És hogyha olyanok vezetik az országot, akik a magyar emberek szándékai szerint a magyar emberek nevében vezetik az országot, nem pedig a saját honfitársaiknak az ellenségei, és más soknak a megbízásából garázdálkodnak a mi hazánkban. Az államfőjelölt a nemzeti önrendelkezés jogát tartja a pártprogram legfontosabb elemének, hogy a nemzet ne csak elszenvedője legyen történelmének, hanem alakítója sorsának. Az ENSZ polgári és politikai jogok egyesség okmányának mindjárt az első cikke szól a nemzeti önrendelkezésről, amikor azt mondja, hogy minden népnek joga van az önrendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági, társadalmi, politikai fejlődésének az irányát maga a nép, a nemzet határozhatja meg. Ez az egyik pontja az önrendelkezésnek, a másik pedig, hogy a természeti kincsei felett minden nép maga rendelkezhet. Soha semmilyen körülmények között nem fosztható meg egy nép a létfenntartásához szükséges eszközöktől. Pontosan is forrásoktól. Pontosan ez az, ami Magyarországgal történt. Tehát amikor mi arra hivatkozunk, hogy követeljük a nemzeti önrendelkezésünket, követeljük, hogy mi magunk határozhatjuk meg, hogy milyen gazdasági rendben, milyen társadalmi rendben, milyen politikai rendszerben szeretnénk élni, amikor azt követeljük, hogy nem adjuk külföldi kézre a termőföldünket, a vízünket, a természeti kincseinket, akkor nem teszünk más, mint amit az ENSZ polgár és politikai egyesség okmánya első helyen szerepeltet, és ami a nemzetközi jogból fakadó kollektív emberi joga a magyar nemzetnek. Akik ezt valamiféle szélsőségességnek állítják be, azok a nemzetnek és egyáltalán az emberek szabadságának a halálos ellenségei, és nekünk meg ők a halálos ellenségeink, mert pusztulásba viszik a nemzetet, és az emberi méltóságot tapossák ezáltal sárba. Gál Péter országgyűlési képviselőjelölt hozzátette, a Jobbik nem kívánja más pártok együttműködését igénybe venni, hiszen saját programjukhoz ragaszkodva kívánnak politizálni, a nemzet érdekeit szem előtt tartva. Morvai Krisztina petíciót olvasott fel, amelyben Budaházi György és a többi politikai fogoly szabadon bocsátását kéri a Jobbik. A témával kapcsolatban az államfőjelölt honlapján egy rövid dokumentumfilmet is megtekinthetnek az érdeklődők.